Sziasztok! Ebben a videóban a mapok tanulásának egy fájdalommentes módját szeretném megmutatni nektek. Rengetegszer kapunk olyan kérést, hogy tanítsunk meg valakinek X vagy Y mapot, sajnos az a helyzet, hogy ez nem megy egy varázsütésre. mapok tanulása egy időigényes feladat, ami leginkább attól függ, mennyit tapasztaltak meg egy mappból, avagy mennyi időt és energiát tesztek bele a tanulásba. Nézzük, mire lesz szükségetek. Nem árt, ha van egy második monitorod, esetleg tableted, mobilod, vagy hozzáférsz egy működőképes nyomtatóhoz. Nyissuk meg a térképet, jelen esetben Customs lesz a map, hol bolyongani fogunk. A térképet több helyen meg tudjuk nyitni, például a Wikin, a Tarkov Toolzon, vagy amit én fogok nektek mutatni, a Mapgenin. Bármelyik megoldás jó, én egyszerűen csak hozzászoktam a MapGenie használatához és ahhoz, hogy interaktív az oldal. Na most megnyitottuk a térképünket, baloldalon rányomunk a Hide All gombra, ezzel elrejtjük az összes markert a térképen és egy tiszta felületet kapunk. A baloldali menüben a Locations alatt kattintsunk rá a Spawn Point gombra, ezzel a térképen megjelenik az esetleges Spawn Pointok markere. Ezután öltöztessük fel a karakterünket, adjunk neki fegyvert, páncélt, lőszert, illetve medeket, úgy mintha egy éles raidre készülnénk. Vissza a menüben, rányomunk az Escape from Tarkov gombra, kiválasztjuk a mapot és az időt. Én személy szerint a nappali órákat választanám reggel 6 után, hiszen 5.45-kor kell fel a nap, illetve maximum az este 7 -es raidet választanám, aminek a végén várhatóan vak sötét lesz már. A következő képernyőn bepipáljuk az Enable Offline mód gombot, illetve az Enable AI gombot is. Az AI Difficulty és AI Amount legördülő menükben kiválasztom az Ez Online opciót, illetve még az Enable Bosses gombot is bepipálom. Aztán nyomjunk a Ready gombra. Amiket összekattingatunk a képernyőn, azok ahhoz kellene, hogy ne legyen annyira uncsi a map tanulása. Az kevek száma és nehézsége nagyjából olyan lesz, mintha egy éles rétbe mennénk be, illetve esélyes, hogy a boszt is beszpanolja a játék. Na most viszont leszpanoltunk, és jön az első tájos kérdés, mégis hol a büdös picsában vagyok. Nézzünk szét magunk körül, hogy mit látunk, és próbáljuk meg beazonosítani, hogy mégis hol vagyunk a mapon a teleptárgyak alapján. Szóval van hogy egy kerítés két töréssel. Balra tőlem. sineket látok, illetve mögöttem még egy kerítést, dombot, ahol magas feszültségű vezetékeket látok. Ebből arra következtetek a térkép alapján, hogy erre a spawn pointra sikerült panolnom. A következő kérdésünk nyilván az lesz, hol tudjuk ezt a virtuális poklat itt hagyni. Nyom meg kétszer az O betűt, és meg is kapod a listát. De most jön a becsapós része a dolognak, nem minden kiárat van nyitva. Természetesen vannak állandó kiállatok, mint például a Crossroads, a Trailer Park vagy a ZB1011, de vannak olyanok, amikhez áramot kell mondjuk kapcsolni, van ami a kulcs kell, van olyan, ahol füst vagy lámpa hogy használható-e, illetve olyan is, ahol fizetned kell a kijutásért. Ezeket az információkat a Wikin találjátok, minden egyes mapra szétbontva. Érdemes átolvasni, nehogy akkor érjen egy kellemetlen meglepetés, amikor már a kiszáradás vagy valami rosszabb szélén álltok. Most se tudjuk, hol illetve hogy hol tudunk kijutni. Indulhat a séta, megpróbálunk nem meghalni az a jászkevektől, Ugyanezt megismétlitek párszor, aztán már egész boldogan fogtok bejárni raidbe. Az alapok megvannak, most azt kell eldöntenünk, mi a célunk, mégis miért megyünk erre a mapra. Azért, hogy lootoljunk és pénzt keressünk, boss farmoljunk, vagy csak más PMC napját tegyük tönkre. Szerencsére minden ilyen esetet tudunk útvonalat tervezni, illetve mindegyik begyakorolható. A PvP útvonal készítése lehet, egy kis nehézséget fog okozni, de idővel majd ráéreztek. Például nézzük meg egy lootolós útvonalat, pénzt akarok csinálni, legyen bármilyen lootom, sem Mit nem ér, ha nem jutok ki vele? Szóval igyekszem majd elkerülni az akció sűrűjét. Nézzük, mik a lehetőségeim. Időztessek, illetve duffelbegek. Szinte bármi spawnolhat ebben a két dologban. A stashek tartalma általában értékesebb, mint a duffelbegek, de találtam már táskákban bitcoint, meg GPU-t is. Szóval kijelöljük a térképünkön a cash, illetve Dafölbeg opciókat, majd szépen elkezdjük ezeknek a tartalmát túrni. Ha előre látóak voltatok, akkor nem egy éles rétben a stashet kutatva és szentsége elve, hogy mégis hová lett a földbásott hordó, hanem offline-étben legalább mentetek egy gyakorló. Az üzenet a következő, gyakoroljatok sokat, legyen az offline rédben vagy scav rédben, illetve próbáljatok meg útvonalakat tervezni magatoknak és célokat kitűzni a rédekhez. Ha van egy célod és hozzá egy jó útvonalad, akkor sokkal gyorsabban fog eltelni a réd. Lássuk, milyen sorrendben érdemes mapokat tanulni. Én úgy vagyok ezzel, hogy ez egyéni döntés lesz, mindenkinek más a prioritása a játékban. Én általában azt ajánlom, hogy csináljátok questeket, mert az hozzászokat a játékhoz. Első körben customzat érdemes megtanulni, mert nagyon sok itt a kezdő quest, aztán Woods, mivel Jégert itt tudod unlockolni. Ezek után szerintem az interchange-ek könnyen tanulhatom ma főleg, hogy ide jársz kevezni, wink wink. Shoreline következik, ahol a resort hektikus tud lenni, a boss meg annyira broken, hogy jobban jársz, ha szaladsz, mikor meglátod. Ezután már csak a reserve és a labz marad. Én a reserve et ajánlanám, mert fukkar vagyok, és nem akarok fizetni a halálomért labzon. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, vigyázzatok magatokra Tarkovban. Sziasztok!